A labdarúgó MB2 hatodik helyén álló Krédóbusz Moson Magyaróvár csapata is készül már a február 19-én rajtoló tavaszi szezonra. A felkészülés részeként a gárda részt vett a Győri Alkufer kupán is. Nyilván a legfontosabb dolog az, hogy ne sérüljön meg senki, játszanak egy jót a játékosok, tehát élvezzék a futballt, rúgjunk sok gólt, legyen tetszetős játék, hogy a nézőket kiszolgálni. Megtiszteltetésnek vesszük, hogy én most már több éve részt vehetek a Horváth Ferenc emléktornán. A kupán végül a csapat a negyedik helyen zárt. A vezetőedzőtől azt is megtudtuk, hogy a keret már-már véglegesnek tűnik. Az egyik nagy erőssége lehet a csapatnak, hogy sikerült egyáltalán egyben tartani a gárdát. Az elvárások azonban nem változtak, sőt, akár nagyobbat is álmodhatnak a mosonmagyaróvári szurkolók. Az elvárások a bajnoksággal kapcsolatban ugye továbbra is a bennmaradás a cél, mivel tudtunk produkálni egy ilyen ősz, hogy a hatodik helyen tudtunk végezni. Most már az az elvárás, hogy akár szeretnénk ezt a helyet is megtartani, vagy egy kicsit talán még lehet, hogy följebb is lépni, akkor sem leszünk elkeseredve, hogyha az első tízbe végzünk. De most már, hogyha itt tartunk, akkor szeretnénk ezt megtartani, minél előbb szeretnénk végezni a bajnokságba. A Krédóbusz Moson-Magyaróvár a bajnokság 21. fordulójában a Kozár Misleny ellen folytatja majd a küzdelmet. Addig azonban még 6 felkészülési mérkőzés vár a kék-fehér együttesre.